2017-re nyúlnak vissza az első tervek, ami a kolozsvári Szamospart felújítását illeti. A jelenleg zajló munkálatokat 2023 végéig kívánják véglegesíteni. Eddig minden az ütemterv szerint halad. A Rethinking Szomes projekt keretei egy ötletversenyre nyúlnak vissza, amelyet egy spanyol építészmérnök csapat nyert meg még 2017-ben. Ez egy egyedi projekt Romániában, mert az a célkitűzése, hogy tisztelettel forduljon a Szamos partjához, és egy fenntartható közlekedési folyosóvá alakítsa. Az elsődleges cél, hogy zöldövezet borítsa a Szamos partjait, mint tudjuk, eddig le volt betonozva. Emellett hozzáférhetőbbé tennék a lakosság számára a vízpartját, bicikliutakat és gyalogos járdákat alakítanak ki, tette hozzá. A munkálatok a tervek szerint haladnak, viszont így is leghamarabb jövő tavaszra zöldül ki a Szamospart. Megértését köszönöm minden ott lakónak és mindenkinek, aki használta ezt a zöldövezetet, de jelenleg a munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak, és 2023 tavaszára mindenki számára használható zöldövezet fog kialakulni. Jelenleg több helyszínen folynak a munkálatok, ezeket egyenként az elkészülés függvényében szakaszosan adják át, hogy a kolozsvári lakosság minél korábban használatba vehesse a megnyíló zöld tereket.